Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm körünkben Boldog Istvánt, a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselőjét. Berec Zsoltot, Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlésének alelnökét. És Herceg Zsolt urat, Mezőtúr várospolgármesterét. Boldog István képviselő úr köszönti a jelenlévőket. Polgármester úr, alelnök úr, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, elnézést, egy kicsit pakolgatom a papírjaimat, mert az a jó, hogyha a vállalkozások közé jövünk, akkor ugye hozzuk a legfrissebb adatokat is arról, hogy hogyan is állunk a pályázatokkal. El kell mondjam, hogy a mi térségünk az eddig is nagyon jól állt, hiszen az előző uniós ciklusban régió szinten a mezőtúri térség az a negyedik legtöbb pénzt tudta lehívni. Azt gondolom, ez egy nagyon szép adat, tehát az egész régióban a negyedik legtöbb pénzt. Egyébként büszke vagyok, mert a második helyezett az török-szentmiklósi térség volt, tehát ha azt kell mondjam, hogy nem állunk rosszul ebben a választókörzetben a régió szinten, és megyei szinten pedig, ha jól látom, akkor a második legtöbb pénzt tudtuk lehívni, Karcag után. Tehát ha így nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy jó helyet foglalunk el mindenképpen. Nagyon sok nyertes pályázat volt. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. A legfrissebb adatokat hagyd mondom, hiszen vállalkozások ülnek itt. A vállalkozásoknak is fontos persze, hogy az önkormányzatok milyen pályázatokon nyernek és mennyi pénzt nyernek. Erre is nagy-nagy lehetősége van Mezőtúrnak, hiszen itt a mezőtúri térségben a következő uniós pályázatban csak a területi operatív programok keretén belül több mint 3 milliárd forint értékű pályázati lehetősége van, amit én azt gondolom, hogy élni fog vele Mezőtúr városa, és ezt el is fogja nyerni. És ez a vállalkozásoknak azért jó, mert ugye hát a vállalkozások erre rá tudnak kapcsolódni kivitelezésben, egyebekben, de például a GINOP pályázatokban március 8-ai állás szerint, tehát március 8-áig a GINOP-ban a mi térségünk, a mezőtúri térség az 10 projekttel 347 millió forintot nyert, ebből Mezőtúr városában élő vállalkozások 215 millió forintot, és ha azt nézzük, hogy a választókörzet hogy áll, a választókörzet 1 milliárd 36 millió forintot nyert, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép szám. Én arra kérem a vállalkozásokat, hogy csak ezzel a lendülettel haladjunk tovább, minél több pályázatot nyújtsanak be a vállalkozások, minél több pályázatot nyújtanak be, annál nagyobb lehetőség van arra, hogy támogatást kapjanak, és nyilvánvaló, hogy mindnyájunknak az az érdeke, hogy a vállalkozások fejlődjenek, hiszen a vállalkozások azok, amelyek foglalkoztatást hajtanak végre, ahol az emberek fizetést kapnak, ahol fejlődést tudnak hozni, és egyre több új munkahely lesz. Tehát arra kérem a vállalkozókat, hogy itt is ezen a mai tanácskozáson vegyék majd igénybe azokat a szakembereket, akik itt elmondják a Széchenyi programiroda, illetve a vidékfejlesztés részéről, hogy milyen lehetőségek vannak, és éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Én köszönöm a Széchenyi programirodának, illetve a vidékfejlesztési irodának azt, hogy megteszik ezt, hogy tájékoztatják azokat a vállalkozókat, akik érdeklődnek, és sajnálom, hogy ilyen kevesen vannak Mezőtúron, mert ha nagyon megnézzük, akkor ahányan itt vagyunk, annál csak most március 8-áig több nyertes projekt van. Én azt gondoltam, hogy legalább azok, akik nyertes projektet hajtottak végre, eljönnek, hiszen további lehetőségek fognak megnyílni számukra, és bizony-bizony az lenne jó, ha minél többen pályáznának még egyszer. Ezt szeretném hangsúlyozni. Azt is tudom, hogy a vállalkozások, most is beszéltünk éppen róla, hogy a vállalkozások szakemberhiánnyal is küzdenek, tehát miközben persze ki tudjuk mutatni, hogy a munkanélküliség ugye országos szinten a 6% környéken van, talán lassan alá is csúszik, de még ez mindig nagyon magasnak számít. A térségünkben is el tudjuk mondani, hogy a munkanélküliség folyamatosan csökken, aközben egy felmérés szerint 550 szakember hiányzik a mezőtúri cégeknél.
Ez egy óriási gond. Biztos vagyok benne, hogy ezzel is valami úton, módon meg kell küzdjünk. Én abban bízom, hogy a szakképzés átalakítása, illetve újabb és újabb képzési programok a munkahelyi központoknál fogják tudni biztosítani azt, hogy azok a vállalkozások, akik fejlődnek, akiknek szakemberekre van szükség, fogják innen tudni pótolni. Én köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a Széchenyi programirodánként a vidékfejlesztésről itt lévőknek, hogy segítenek önöknek ezekben a programokban, és azt kérem önöktől, hogy vegyék igénybe ezeknek a szakembereknek a szolgáltatásait, a segítségét, hiszen azért vannak, hogy segítsenek önöknek, és természetesen én is, a munkatársaim is mindig állunk a rendelkezésükre. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük. Most pedig fölkérem Berec Zsoltot, Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlésének alelnökét, hogy ő is köszöntse önöket. Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, mélyen tisztelt hölgyeim, uraim, akik megjelentek ma. Először is azzal kell kezdenem nekem is, hogy megköszönöm a Széchenyi Program Iroda Szolnoki Fiúk Irodájának azt, hogy szívügyüknek tekintik a vállalkozások, a gazdaságfejlesztéssel érintett vállalkozások hiteles tájékoztatását. Mert hál' Istennek a pályázatoknak a kiírása, megírása és végrehajtása is egy olyan műfaj lett, amiben csak hiteles forrásból érdemes és hiteles forrásból kell tájékozódni, és a Széchenyi Programiroda egy ilyen hiteles forrás lehet, hiszen központi kapcsolatban áll a miniszterelnökséggel és azokkal az irányító hatóságokkal, akik a pályázatokat kiírják. Így azt gondolom, hogy önök, akik ma eljöttek, illetve a televízió képernyőn keresztül majd ezt a mai napot figyelemmel kísérik, hiteles forrásból minőségi információkat kaphatnak. Azt hiszem, hogy pont önök azok, akiknek nem kell elmondanom, hogy mennyi olyan cég, projektmenedzser, projektíró cég van a piacon, akik abszolút piaci alapon hiteltelen vagy akár silány információkkal, tisztelet a kivételnek természetesen, próbálják a vállalkozásokat ellátni nagyon-nagyon súlyos pénzekért. Még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, de azonban fontos arra figyelni, hogy a Széchenyi Programiroda olyan hiteles információkkal tudja a vállalkozásokat ellátni az első pillanattól kezdve, ami azt gondolom, hogy sikerre viheti a pályázatokat, és csengő forintra válthatja a pályázati kiírásokat. Nos, a megyei önkormányzat részéről néhány gondolatban, elsősorban a 2014-20-as uniós ciklusban tisztünk a megyei közgyűlés és a megyei önkormányzat részéről a területi és településfejlesztési operatív programok koordinálása. Tudjuk azt, hiszen egy nagyon ismert szám, hogy a 60%-nak a gazdaságfejlesztésre kell fordítódnia az egész uniós ciklus lehívott forrásaiból. Nos, mi a megyei önkormányzatnál elsősorban az önkormányzatokkal állunk kapcsolatban, így Mezőtúron is elsősorban tisztem és tisztünk a Mezőtúrváros önkormányzatát a pályázatokban segíteni, és itt polgármester úrra nézek, mert egy nagyon-nagyon komoly előkészítő munkán vagyunk túl, és most már gyakorlatilag a finishben érkeztünk, a startpisztoly eldördült, és most már az első pályázatok beadásra kerültek. Én bízom abban, hogy a kellő komolyságú szakmai munka kellően megalapozta azt, hogy sikeres pályázatok legyenek itt Mezőtúron is. No de kérdezhetik, hogy mégis mi köze ehhez a helyi vállalkozásoknak. Nos, nagyon sok. Természetesen a TOP, a területfejlesztési operatív programban vannak olyan prioritás tengelyek, amely akár az ipari parkok, az inkubátorházak, vagy a helyi gazdaságfejlesztés által érinthetik a helyi vállalkozókat. Akár egy ipari park kapcsán, de számos olyan tényező van, ahol közreműködőként az önkormányzattal karöltve részt tudnak venni ebben a programban. És hát nagyon fontos arról beszélni, hogy azért a TOP-ban, így rövidítve, a turisztikán keresztül szintén például egy nagyon fontos prioritás tengely, ahol kell, tehát kötelezően elvárja az Európai Unió, hogy a helyi KKV-kat, azaz kis- és középvállalatokat bevonja az önkormányzat ezekbe a projektekbe. És hát természetesen a kivitelezéseknél kézzelfoghatóan szükség van a KKV-kra, természetesen a projektekben jelen kell lenni a KKV-knak, hiszen én azt gondolom, hogy Mezőtúr is elkötelezett abban, hogy minél inkább helyi vállalkozásokkal dolgozzon együtt, ezáltal az itt élőket segítse.
Ez a jelen, a múlt, ahogy képviselő úr is elmondta, elég komoly statisztikákkal rendelkezünk. Én egy adatot emelnék ki, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megye országos viszonylatban az uniós források lehívásában a 2007-13-as ciklusban a 9. helyen volt a 18 megyét nézve, ugye Budapest, a Pest megyét nem nézzük, mert ő külön kategória, tehát van hova fejlődnünk, és én egy olyan optimista ember vagyok, és kicsit maximalista is, hogy én a 14-20-as uniós ciklusban nem elégednék meg ezzel a 9. helyjel. Én szeretném, hogyha megyénk legalább a top 5-be, de inkább a top 3-ba benne lenne, hiszen azt gondolom, hogy kelet-magyarországi régiót nézve egy nagyon fontos, hogy a megyében és a Tiszazugban nagyon komoly fejlődést tudjunk prezentálni. Én azt kívánom önöknek, hogy a mai nap információi váljanak hasznukra, vigyék hírét annak, hogy a Széchenyi Programiroda hiteles információkkal napra készen el tudja önöket látni, és azt kívánom, mint ahogy már mondottam, hogy a mai információkat, a pályázati információkat vállalkozások épülésére, saját maguk épülésére, a város épülésére és a nemzetgazdaság építésére váltsák csengő forintokra, és fejlődjünk közösen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Most pedig Herceg Zsoltot, Mezőtúr város polgármesterét kérem a köszöntő szavakra. Tisztelt képviselő úr, alelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Külön szeretném köszönteni a Széchenyi Programiroda munkatársait. Örülök, hogy ismét itt vannak Mezőtúron. És természetesen külön köszöntöm a jelenlévő gazdasági társaságok vezetői, civil szervezetek vezetőit is. Tisztelt hölgyeim és uraim, mindannyiunk érdeke az, hogy településünk, a régiónk fejlődjön, és természetesen ez is csak összefogással tud megvalósulni. Nem elég egy agilis önkormányzat, nem elég néhány agilis cég. Itt mindenkinek arra kell törekedni, és azon kell lennie, hogy a kínálkozó lehetőségeket kihasználja. Szeretném kiemelni a köszöntőmben azt, hogy a 2014-20-as időszak egy olyan nagy jelentőséggel bíró időszaka a fejlesztéseknek, amely ezt követően, tehát 2020 után, természetesen még nem látjuk azt, hogy akkor mi fog történni ezen a területen, de minden bizonnyal, hogy a híradások arról szólnak, hogy korántsem lesznek ilyen lehetőségeink. Én úgy gondolom, hogy ha térségünket fejleszteni szeretnénk, már pedig ugye, bőven ráfér a fejlődés, hiszen hogyha csak a megyénken belül tekintünk egy kicsit körül, akkor láthatjuk azt, hogy a járság az jelentősen elhúzott tőlünk, jó, hogy a teljesen más adottságokkal bír, ugye a Szolnoki régió szintén jócskán előttünk van, tehát látható az, hogy a Nagykunság, Mezőtúr és környéke, illetve a Tiszazug jócskán fejlesztésre szorul. Hát képviselő úr, alelnök úr és mindannyian azon dolgozunk már évek óta, hogy fellendítsük a magam részéről a Mezőtúr városát, ők pedig a régiónkat. Én nagyon bízom abban, hogy a mai napon is hasznos tapasztalatokkal gazdagodnak, hasznos információkat szereznek a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos témákról esik ma szó a mai napon, és hát itt ragadom meg, hogy tisztelettel köszöntöm az előadókat is, akik a mai napon önöket információkkal fogják ellátni. Nagyon fontos témákról van szó, vállalkozóvá válás és a társaságok fejlesztése mind-mind olyan fontos terület, amely ha sikerrel járnak, akkor ezzel hozzá segítik a Mezőtúron élőket ahhoz, hogy az életminőségük jelentősen javuljon. Csak egy számadatot szeretnék még mondani. Mezőtúr városában a helyi adóbevétel 75%-a az a helyi iparűzési adóból származik. Ezt fordítja vissza az önkormányzati szféra működtetésére, kezdve a bölcsődétől, az óvodán keresztül, az iskolák működtetésén keresztül, még tudnék sorolni legalább 100 dolgot. Tehát számítunk az önök teljesítményére, és hát nem utolsó sorban ezen keresztül azt is kívánom önöknek, hogy a vállalkozásaik legyenek sikeresek, és minél több nyereséget, profitot termeljenek, hiszen azért végzik a munkájukat. Tisztelt hölgyeim és uraim, megragadom az alkalmat önöknek is, tehát a vállalkozások vezetőinek, a civil szervezetek vezetőinek,
megköszönjem az eddigi munkájukat, a cégeik további fejlődéséhez nagyon sok sikert kívánok, és a mai napra pedig eredményes tanácskozást. És a végén, nem utolsó sorban szeretném megköszönni képviselő úrnak is az évek óta nyújtott lobby tevékenységét, mind az önkormányzat számára, mind a gazdasági társaságok számára, ugye hallhattuk, hogy milyen szép eredményeket értünk el, és alelnök úrnak is köszönöm, aki 2014 óta dolgozik ezen a területen, ahogy elhangzott, a területi operatív programok kapcsán nagyon jó az együttműködésünk, a pályázataink előkészületek alatt állnak, és én nagyon szeretném, hogy a 2010 és 14 közötti időszakhoz, ahol több mint 3 milliárdnyi fejlesztés valósult meg az önkormányzati szférában Mezőtúron, ennél sokkal többet tudjunk majd bemutatni, vagy a híradások arról szóljanak majd 2019 végén, amikor ennek az önkormányzati ciklusnak vége van, hogy ennél sokkal több fejlesztés került ide, csak kizárólag az önkormányzati szférába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és még egyszer eredményes tanácskozást kívánok mindannyiuknak. Köszönöm. Köszönöm képviselő úrnak, alelnök úrnak és polgármester úrnak a köszöntő szavait. Őnekik sajnos el kell menniük, és a tanácskozás részleteit majd később fogják tőlünk megtudni. Itt hallottuk már többüktől, hogy a Széchenyi Programiroda segítséget tud nyújtani. Őze József, a Széchenyi Programiroda fejlesztési tanácsadója, arról mond önöknek egy néhány szót, hogy hogyan, milyen módon segítettük eddig, és hogyan tudjuk segíteni az önök munkáját. Jó napot kívánok! A mai napon megrendezésre kerülő fórum célja a tájékoztatás, hogy önöket kellő információval lássuk el az aktuális pályázati kiírásokról, legfontosabb tudnivalókról. Mindenek előtt úgy illik, hogy pár szóban bemutassam a Széchenyi Programirodát. Igazgató úr hivatalos ügyben való távolmaradása miatt engem kért meg, hogy a prezentációját, vagyis a Széchenyi Programiroda feladatait bemutassam önöknek. Azt szeretném, hogy az előadások mondani valóját önök megértsék, elfogadják, feldolgozzák, és utána a saját pályázataikban, projektjeikben megfelelőképpen alkalmazzák. Széchenyi Programiroda 2011-ben jött létre, a Promei Nonprofit Kft. Jogutódjaként, majd egy év múlva már a magyar állam tulajdonát képezte. 2014. júliusától pedig a Vátitól vettünk át feladatot. A 68/2011-es kormányrendelet értelmében rendelkezik arról, hogy a Széchenyi Programiroda feladata a pályázók és a kedvezményezettek támogatása, majd a 2007-13-as időszakban projektfelügyeleti feladatokat is elláttunk, melyeket az irányító hatóságtól, közreműködő szervezettől vettünk át. 2014-20-as programozási időszakban a kedvezményezettek segítése, kapacitásának fejlesztése, illetve projektfelügyeleti rendszer működtetése volt a Széchenyi Programiroda feladata, mind a projektek tervezése, illetve megvalósítása során. Irodáink országszerte minden megyében elérhetők, megyénként több irodával állunk az önök szolgálatára, és irodánkban vegyes összetétel van, ami azt jelenti, hogy mind vállalkozás segítő, mind környezetvédelmi témában, illetve a humán téma területben dolgozó tanácsadó is megtalálható, tehát bármilyen problémával, segítséggel érkeznek be hozzánk az ügyfelek, mindig lesz olyan tanácsadó, aki önöknek tud majd segíteni. A Széchenyi Programiroda feladatai 2011-13-as időszakban az eredmények oszlopban láthatjuk 142 ezer személyes ügyfélkapcsolatot alakítottunk ki. 1142 fórumon, 65 konferencián vettünk részt, és 29 ezer pályázatnál segítettünk, amelyből 23.700 darab nyertes pályázat lett. Későbbiekben pedig a projekt megvalósításban is ott voltunk önök mellett. 2014-15-ös időszakban pedig 33.737 ügyfélkapcsolat mellett közel 3,5 milliárd forint támogatás lehívásában, kifizetések meggyorsításában tudtunk segíteni, emellett 23.650 projektfelügyeleti feladatot láttunk el, ezeket a feladatokat, ahogy mondtam, az irányító hatóságtól kaptuk irányítottan, célzottan. Ezek a feladatok azért születnek, mert
bizonyos projektek késésben vannak, az ügyfél nem tudja tartani az ütemezését, valamilyen probléma adódott, ilyenkor kellett, hogy célzottan kimenjünk és segítsünk. Látható az ügyfeleink összetétele, az is, hogy 61%-ban a KKV-szektornál vagyunk ott, de mind a magánszemélyek, mind a nagyvállalatok, az önkormányzati szektor, illetve a civil szféra is a segítségünkre számíthatott. A KÖFOK-ban nevesítve a pályázók és kedvezményezettek kapacitásának támogatása, illetve segítése a projektek tervezése és végrehajtása során lett a feladatunk 2016-tól 23-ig terjedő időszakra vonatkozóan, és mindez tartalmazza a tájékoztatást, tehát azok a vállalkozások, akik a pályázataik, illetve támogatási kéremeik benyújtása előtt vannak, őket tájékoztatás formájában segítjük, akik pedig már támogatói döntéssel vagy támogatási szerződéssel rendelkeznek, részükre a megvalósítás időszakában tanácsadással, emellett projektfelügyeleti feladatok, illetve fórumok, konferenciák, képzések szervezésében kell feladatokat ellátnunk, ahogyan azt a mai napon is tesszük. Közreműködés a határon átnyúló programokban, nemzetközi szintű feladatok közül, adminisztratív feladatok ellátása, pályáztatása, monitoring, illetve döntéselőkészítésben, hazai lebonyolítási feladatok, illetve közreműködő szervezeti feladatok a svájci hozzájárulás program lebonyolításában. Ezek további feladataink közé tartoznak. Célkitűzéseink, hogy önöknek a pályázatokat is, annak híreit gyorsan és hatékonyan közvetítsük, vagy eljuttassuk, illetve a megvalósítás alatt álló projekteket támogassuk. Legfontosabb alapelveink az elérhetőség, a megvalósítás során helyszíni tanácsadás, hiteles információkat kell önök számára biztosítanunk, magas színvonalú szakmai tanácsadással. Nagyon fontos, hogy legyen az pályázati kiírás népszerűsítése, vagy fejlesztési lehetőség feltárása, összehangolás a projekt elképzelése a pályázati felhívással, vagy technikai segítségnyújtás, esetleg a támogatási szerződés megkötése után a megvalósítás folyamatainak segítése, esetleg információs fórumok szervezése vagy képzések, mindezt térítésmentesen tudjuk önöknek rendelkezésre bocsájtani. Emellett fontos, hogy mi nem vagyunk pályázatíró szervezet, nem értékeljük azokat a pályázatokat, amiket benyújtottak, nem vagyunk ellenőrző hatóság, sem kifizető hatóság, tehát ezeket nagyon fontos tudni és ismerni. Szolnok megyében három irodával, Szolnokon, Jászberényben, illetve Karcagon állunk az önök rendelkezésére a feltüntetett nyitvatartási időben. Bármi kérdésük van, bennünket bármelyik irodában megtalálnak. Ezeket a fórum után természetesen lediktáljuk, odaadjuk az önök részére. És én igazgató úr nevében is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Aki írt már pályázatot, vagy végigvitt egy pályázatot, azt tudja, hogy adminisztrációval jár. Azt is tudja, hogy sokszor olyasmikre kell odafigyelni, amit hétköznap addig, amíg ilyesmit nem csinált, nincs rá szüksége. Ez segíti az a kis nyomtatvány is, amit az asztalon találnak, és erről fog beszélni Pap Róbert, a Széchenyi Programiroda fejlesztési tanácsadója is önöknek. Szeretnék üdvözölni mindenkit. Én Pap Róbert vagyok, szintén tanácsadóként dolgozom a Széchenyi Programiradánál. Mint ahogy kolléganőm Julianna bemutatta, én elsősorban a pályázatoknak a megvalósulása kapcsán fellépő néhány fogalommal szeretném önöket megismertetni, hogy minél sikeresebben, minél gyorsabban és sikeresebben tudjuk ezeket a pályázatokat megvalósítani. Vannak olyan dolgok, amik alap, és valószínűleg már ismerik is, de nem árt ezeket újra feleleveníteni. Ezért is kezdeném a finanszírozási résszel. Ugye itt néhány fogalom, amit valószínűleg már ismernek, mint az előleg az utófinanszírozás, a szállítói finanszírozás, a halasztott önerő, vagy a visszanemtérítendő támogatások. Ezek olyan dolgok, amiket célszerű igénybe venni egy projekt megvalósítása során. Meggyorsítják a
a megvalósítást, meggyorsítják, a lehetőséget adnak arra, hogy minél zökkenőmentesebben sikerüljön egy projektnek a finanszírozása. Mivel vállalkozásokról beszélünk, így jellemzően 50% önerővel, 50% támogatásról beszélhetünk egy projekt megvalósítása során. Ez nyilván ez csak a nagy átlag. Ennél lehet nagyobb támogatást tartalmú pályázatokra is, de ugye a vállalkozások nagyrészt eszközbeszerzésre, infrastruktúrális fejlesztésekre, vagy nagy Isten humán fejlesztésre szoktak, illetve pályáznak. A humán fejlesztések esetében elérhető egy nagyobb támogatási intenzitás, ott akár egy 100%-os is előjöhet. Itt még közben jön a kutatásfejlesztési rész, ami szintén nagyobb prioritást élvez, és nagyobb támogatási összegeket lehet ezzel lehívni. De a nagy átlag az, amikor a vállalkozások 50%-os támogatással tudnak projektet megvalósítani. És akkor itt kezdeném az előleggel, ami szintén változó, de itt is elmondható az, hogy a támogatási összegnek a 25-50%-át lehet előlegként lehívni. Ezt közvetlenül azután, hogy megkötötték a támogatási szerződést. Tehát itt már egy megvalósítás alatt lévő pályázatról beszélünk. Előbb meg kell kötni a támogatási szerződést, és a támogatási szerződésnek egy nyilatkozata mellékleteként kell egy előleg lekérőt benyújtani. Ez szinte kvázi automatikusan történik. Ahogy látják, a projekteknél külön egy elkülönített számlát kell létrehozni, és erre utalják rá az előleget. Könnyítés az, hogy az előleggel sem kell rögtön elszámolni, nem kell az első, második, harmadik kifizetési kérelemnél az előleggel elszámolni. Elég lehet ezt göngyölíteni, tehát mindig visszaigényelni, és csak akkor kell vele elszámolni, amikor már eléri a projekt a 70%-os megvalósulását. Tehát hogyha a támogatási összegnek a lehívása 70%-ban megtörténik, akkor kell elkezdeni az előleget is visszatörleszteni. Természetesen akkor sem kell rögtön a teljes összeget, elég a végén az egésszel elszámolni. Jó, az utófinanszírozást azt nagyrészt az előző ciklus tapasztalatai alapján erre úgy rá álltak már a vállalkozások is és az önkormányzatok is, hogy mi is lenne ez. Itt arról van szó, hogy hogyan is történik a kifizetése egy pályázatból megvalósuló számlának. A kedvezményezett előbb ezt a számlát kifizeti, majd benyújtja az irányítóhatóság felé. Ez egy kifizetési kérelemben történik, ahol beszámol arról is, hogy éppen hol tart a pályázatával, a pályázat megvalósításával. Az irányítóhatóság ezt megvizsgálja, jó esetben elfogadja, ha nem, akkor esetleg hiánypótlást nyújt, kell benyújtani rá, és a kifizetés majd csak az elfogadás után történik. Az utófinanszírozás esetében ez 45 nap. Kedvezőbb az a feltétel, amikor szállítói finanszírozású a számla. Ilyenkor a kedvezményezett nem fizeti ki a számlát, hanem közvetlenül ezt a számlát benyújtja az irányítóhatóság felé. Itt gyorsabb ügyintézés van, figyelembe véve a szállítót. Így aztán itt egy 30 napos elfogadás után 30 nappal nem a kedvezményezetnek fogják átutalni a támogatást, hanem a szállítónak, aki a számlát benyújtotta, ő fogja a támogatási részt megkapni. Jó, a halasztott önerő, mint olyan maga fogalom is adja magát, tehát először a projekt megvalósítás és elszámolás során
először a támogatási összeggel számol el a kedvezményezet, és majd csak ha ez az összeget felhasználta, utána kell az önerőből megvalósuló részt, a saját részt bemutatnia, illetve teljesítenie. Ezt vállalkozásoknak már elég hamar elindították ezt a részt, az önkormányzatoknak az utóbbi években hozták be ezt a könnyítési lehetőséget. A következő, mint könnyítés a pályázatok megvalósítása esetében, ez a visszatérítendő támogatások. Nagyrészt ugye itt hitelekről beszélünk, és ezek a visszatérítendő támogatások az előző ciklusban egy-két pályázat esetében volt arról szó, hogy kombináltan kellett úgy megvalósítani egy projektet, hogy kötelezően előírták, hogy le kell, hogy legyen visszatérítendő és vissza nem térítendő rész, és önerő egy pályázat megvalósítása során. Nem tudom, biztos ismerősöknek volt, mikrovállalkozásoknak írtak ki pályázatot, ahol a visszatérítendő részt Szolnokon a vállalkozásfejlesztési alapítvány, vagy takarékszövetkezetek voltak, akik ezeket a kedvezményes kamattámogatott hiteleket folyósították, és ennek a bevonásával kellett a pályázatot megvalósítani. Ez hangsúlyosabb szerepet fog kapni ebben a ciklusban. A pénzügyi részről áttérnék egy másik területre, ez a biztosíték. Biztosítékot nyújtani kell, hogyha a projekt megvalósítási időszakra is, hogyha a projekt 20 millió forint, tehát a támogatási összeg meghaladja 20 millió forintot. A biztosítékra azért van szükség, a biztosíték nyújtásra azért van szükség, hogyha ne adj Isten, és erre nem is volt túl gyakran példa, hogy a projekt megvalósítási időszakban egy cég fizetésképtelenné válik, de pályázati pénzt hívott le, akkor ez a pénz, a támogatási összeg, ez ne vesszen el, és vissza tudják tenni újra a nagy kalapba, amiből aztán más vállalkozást tudjanak támogatni. Tehát a biztosíték ezért szükséges. Kell ugye megvalósítási időszakra, hogyha 20 millió forint fölötti a támogatás, de a fenntartási időszakra is szükséges, hogyha meghaladja az 50 millió forintot a támogatási összeg, de itt nem kell a teljes támogatási összegre biztosítékot nyújtani, csak az 50%-ára. Ugye a fenntartási időszak az vállalkozások esetében 3 év, tehát mikro-kis és középvállalkozások esetében 3 éves fenntartási időszakról beszélünk. Jó, a másik fontos terület, hogy 2014-től vállalkozásoknak is, hogyha uniós forrásból valósítanak meg projektet, pályázatot, akkor nekik is közbeszerzést kell kiírni, hogyha a támogatási összeg elérje a 25 millió forintot. Alapból már benne volt, tehát előzőleg is megvolt az a, hogyha 75% fölötti támogatást volt egy projekt, akkor már eddig is kellett közbeszerzést kiírnia. Az egy új dolog, hogy 25 millió forintot elérőnél is. Illetve vannak egyéb feltételek is, hogyha mondjuk közszolgáltatást végez. Itt ez lehet egy uszoda, vagy valamiféle kórházberú. Tehát ha olyan a projekt, hogy közszolgáltatást segítő, vagy közszolgáltatást valósít meg belőle a vállalkozás. Tehát ezekre érdemes odafigyelni. Jó, és mint már említettem, fenntartási kötelezettség is van a pályázat megvalósulása után. Ugye 3 év, illetve KKV-k esetében. Erre az időszakra is vannak vállalások. Például lehetett a létszámtartás, vagy a személyi jellegű juttatásoknak az emelése. Ez egy indikátor lehetett, ezt az elkövetkező 3 évben vizsgálják, illetve jelentéseket is kell erről benyújtani. És hát amit látható, ha eszközt vásároltak,
akkor az ezen az időszak alatt nem idegeníthető el. Hogy hol is találnak pályázati kiírásokat, a Széchenyi 2020 hivatalos oldal, ez a pályázat.gov.hu honlap. Itt nem csak az aktuális pályázatokról, tehát az a 9 operatív programnak a kiírásait találhatják itt, tehát még a vidékfejlesztési program pályázata is ezen az oldalon jelennek meg, de innen lehet dokumentumokat letölteni, nem csak a pályázathoz, de a pályázat megvalósulása során is fellépő dokumentumokat is innen lehet letölteni. Van egy ügyintézési felület, ahol érdemes mondjuk regisztrálni, mert naprakész pályázati információkat kaphatnak ezen az oldalon, illetve ezen az oldalon keresztül történik a kifizetéseknek a benyújtása, a beszámolóknak a beszámolókat is ezen az oldalon lehet benyújtani. Ez érdemes. Lehet egy regisztrációt az oldalon kezdeményezni. Vállalkozásként főleg, mert ott vállalkozásnak szóló kiírásokat már eleve meg lehet ezzel szűrni. Jó, az utolsó diám az a GINOP program keretösszegét mutatja, és azt is, hogy a 8 prioritás elég nagy területet foglal el. Még így is a KKV-k 17%-nyit kapnak, vagy ennyit tudnak lehívni magából a GINOP programból. Ehhez azért még hozzájön a pénzügyi eszközök, a 8-as prioritás, ami szintén KKV-knak is szól, ugyanis itt ezt tartalmazza a visszatérítendő támogatásokat, tehát azokat a kedvezményes hiteleket. Energia, energetika, foglalkoztatás, képzések, turizmus, informatikai fejlesztések, kutatásfejlesztés, ez mind ebből a gazdaságfejlesztési operatív programból valósul meg. A számokat, azokat nem gondolnám, hogy el kellene mondanom, inkább csak az arányok az, ami. Jó, és én ezzel fejezném be az előadásomat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Mint ahogy a diák alján is látták, a Széchenyi Programiroda az Európai Strukturális és Beruházási Alap pályázataival foglalkozik. Majd lesznek vendégeink, akik a vidékfejlesztési alapról beszélnek. Most viszont hallgassák meg Őze Józsefet, aki a Széchenyi Programiroda által is kezelt strukturális és beruházási alapok pályázatairól. Azokról a pályázatokról fog beszélni, amelyek már megjelentek, és azokról is, amelyek vállalkozásoknak, és azoknak is, amelyek civil szervezeteknek szól. És a fiatalok vállalkozóvá válásáról azért fog még egy egészen külön előadást is előadni. Először egy külön kolléganőnk is jött volna, csak neki sajnos Pestre kellett mennie, mert a Széchenyi Programiroda pályázat kezelőként kezeli a fiatalok vállalkozóvá válásának pályázatát. Bíró Réka hivatalos ügyben való távolmaradása miatt igazgató úr engem jelölt ki, vagy kért meg, hogy Réka prezentációját mutassam be önöknek, ez a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása lesz. Egy kis kitekintést teszünk, az ifjúsági garancia rendszer egyben tulajdonképpen a fiatalok számára biztosított segítségnyújtó rendszerről kell beszélnünk, aminek az a célja, hogy a fiatalok munkanélküliségét csökkentsük, vagy megelőzzük. Az első szakaszban már legalább 6 hónapja regisztrált munkanélküli fiatalokat célozza meg, és az ő számukra valamilyen ajánlatot, legyen az képzés vagy foglalkoztatást, kell biztosítani a 6 hónapon belül. Az ifjúsági garancia rendszer 2-ben a célcsoport a 25 év alatti nappali tagozaton nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, szolgáltatás, egyéni fejlesztési terv, tanácsadás és mentorálás, lehetőségek felkínálása, oktatás, képzés, illetve vállalkozóvá válás támogatása. Egyik, tehát az
ifjúsági garancia rendszer egyik foglalkoztatási elemeként valósul meg maga az ifjúsági garancia program, a GINOP 5.2.1. A fiatalok vállalkozóvá válása program célja egyrészt az új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti fiatal álláskereső személyek megtalálása, és őket felkészíteni a saját vállalkozásuk indítására egy képzéssel, illetve majd később támogatással is. A program fő célcsoportja 18-25 év közötti más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező, egyéni vagy mikrovállalkozást indítani tervező természetes személy, mint ahogy az előbb is beszéltünk róla. Fontos, hogy meglegyen az az attitűd, ami a vállalkozás elindításához vagy működtetéséhez szükséges, mert be kell vallani, nem mindenki való vállalkozónak. Szerencsére a fiatalok vállalkozóvá válása program során egy szűréssel, illetve majd a későbbiben egy képzéssel ez ki is derül. A másodlagos célcsoport pedig a 25 és 30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők lesznek. Tehát egyszer beszéltünk a 18-25 év közöttiekről, másrészt pedig a 25-30 év közötti felsőfokúakról, ők mind másodlagos célcsoport. Fontos, hogy legfeljebb 20%-át alkossák a 25-30 éves felsőfokú álláskeresők, de legalább 80%-a legyen az a 18-25 év közötti regisztrált álláskereső a teljes célcsoporton belül. Legalább 50%-a pedig 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatal legyen. Fontos, 18. életévét már töltse be, aki a szerződés megkötésére jogosult lesz, de 25 évet még ne érjen el, felsőfokú végzettségnél pedig a 30 évet még ne töltse be. A regionális lehatárolás pedig azt jelenti, hogy a lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő régióban tud jelentkezni a programba, későbbiekben már nem lesz lehetőség a másik régióba átmenni. Az első komponens egy képzésről szól. Itt a megfelelő jogi, pénzügyi, vállalkozási ismeretek, vállalkozás indításhoz szükséges kompetenciák elsajátításához szerzi meg a jelentkező az ismereteket, segítséget kap a képzőszervtől az üzleti terv összeállításához, egy tanácsadás és mentorálás áll még rendelkezésre az első komponensben, akik pedig jóváhagyott, elfogadott üzleti tervvel már rendelkeznek, és megalapítják a vállalkozásukat, pályázhatnak 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, az ön rész pedig 10%, amit mellé kell tenni. Ez egy országos program. Szerencsénk van elmondani, hogy mind az Észak-Alföldi régióban, mind a Közép-Dunántúli régióban a Széchenyi Programiroda az, aki lebonyolíthatja ezeket a feladatokat. A közös honlap a vállalkoz2016.hu, minden régiós szervezet elérhető a feltüntetett weboldalom. Vannak indikátorok, az Észak-Alföldi régióban 450 fő fiatalt kell a képzésbe bevonni, akiből 85% legyen sikeres a képzést elvégzők között, 270 vállalkozás létrehozása a cél, és 210 mentorálást igénybe vevő vállalkozás száma. Ez csak az Észak-Alföldi régióban. Kapcsolat, jelentkezés akár az Észak-Alföldi, akár a Közép-Dunántúli projektek honlapján, a vállalkozmagyarország.hu weboldalon, az Észak-Alföldi ügyfélszolgálati e-mail cím pedig a vállalkozmagyarország.er@spi.hu. És egy következő diával folytatjuk az előadást. Igen, aktuális vállalkozói pályázatok bemutatása a 14-20-as időszakban. Az alábbi diákon felsorolás szinten a GINOP konstrukciók emelkedő sorrendjében állítottam össze az elérhető pályázatokat, amiket később tartalmilag is megnézünk, érintünk. Klaszterek támogatása, TDM szervezet fejlesztése, iparjog, innovációs pályázatok, kutatásfejlesztési pályázatok és stratégiai K+F együttműködés segítő pályázati kiírások, gyakornoki program, és a végére hagytam két felfüggesztett
státuszban lévő pályázati kiírást, ez már önök számára ismeretes lehet, a kapacitás bővítő, illetve a piaci megjelenések támogatása kiírás. A későbbiekben el fogom mondani, hogy miért tettem fel ezt a két konstrukciót, ennek a miértjét is megválaszolom. Professzionális klaszterek támogatása, támogatható tevékenység az információs technológia fejlesztés, képzés, külföldi kiállításon való részvétel, konferenciák szervezése, amire támogatást lehet igényelni. Pályázni február óta lehet, szakaszos elbírálás jellemző a projektre. Ez azért lényeges információ önöknek, mert 2016. május 31 az a következő időpont, ameddig a támogatási kérelmeket összevárják együttesen, majd ezek a határidő után kerülnek elbírálásra. A következő elbírálás időpontja pedig szeptember 30, tehát aki 31-ig nem tudja benyújtani a támogatási kérelmét, annak a következő elbírálás időpontja szeptember 30 után lesz, ugye itt jelentős hónapok veszhetnek el. 5 és 50 millió forint között lehet pályázni, maximum 75%-os támogatási intenzitás és 50% előleg mellett. Aki ügyes, akár két kifizetési kérelemmel is végigviheti a projektjét, a támogatási szerződését követően. Ugye az előleget lehívja, és azzal gazdálkodva nyújtja majd be a következő kifizetési igénylést. Turisztikai szervezet fejlesztése. Helyi TDM szervezet, turisztikai kínálatfejlesztés, szemléletformálás, oktatás, képzés, marketing tevékenység, monitoring adatbázis létrehozására lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azok a szervezetek pályázhatnak, akik az NGM turisztikai főosztályának nyilvántartásában szerepelnek, non-profit gazdasági társaságokról kell beszélni. Január óta lehet pályázni, itt is szakaszos elbírálás van. Tegnap volt az előző elbírálás időpontja, és augusztus 23 lesz a következő időpont. Az előbbiekben megbeszéltük, hogy ez mit jelent. 10 millió forint a minimum pályázható összeg, maximum 85%-os intenzitás és 25% előleggel lehet elindulni a projektben. Iparjog. Újdonságkutatási, egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatásokra, iparjogvédelmi bejelentésre, nemzeti eljárások megindítására, szabadalom hatályosítására lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Már szeptember vége óta lehet pályázni, 1 és 6 millió forint közötti pályázható összeg van, 100%-os intenzitás. Valamennyi támogatás vissza nem térítendő, jelen esetben ehhez önerőt sem kell biztosítani. Innovációs voucher. Tanácsadásra, támogató szolgáltatás igénybevételére lehet pályázni, majd októbertől fogadják a támogatási kérelmeket, minimum 3 millió forint a pályázható összeg, maximum 70%-os intenzitással. Innovációs ökoszisztéma, projektkoordinációs tevékenység, külföldi és magyar szakértők, oktatók bevonása, nemzetközi rendezvényeken való részvétel, startup rendezvények szervezése, szolgáltatás, tanácsadás igénybevételére lehet pályázni. Április 25 az a pályázatok benyújtásának első időpontja, és ismét szakaszos elbírálás van. Július 29 lesz a következő időpont, azt követően pedig majd október 24 után bírálják a következő pályázatokat. Minimum 300 millió forintra lehet pályázni, maximum 80% támogatási intenzitás és 50% előleg igényléssel tudnak elindulni a projektek. Prototípus termék, technológiai szolgáltatás fejlesztés, itt kísérleti fejlesztésre, kiállításokon való részvétel, új eszközök beszerzése, tanácsadás, piacra jutás, amire tudnak pályázni. Január óta fogadják a támogatási kérelmeket, szakaszos elbírálás van. Május 16-án lesz a következő elbírálás időpontja. Minimum 10 millió forintra lehet pályázni, maximum 70% vissza nem térítendő támogatás, és elég magas, maximum 75% előleg lehívásával tudnak elindulni a projektek. K plusz F, kiválósági együttműködések, kutatásokra, kísérleti fejlesztésre, eszközök beszerzésére, épületépítés és korszerűsítés, alapinfrastruktúrális fejlesztésekre lehet támogatást igényelni.
Majd november vége óta lehet a pályázatokat benyújtani, és április 18-án lesz a következő elbírálásnak az ideje. Minimum 500 millió forint a pályázható összeg, 100%-os intenzitás, vissza nem térítendő támogatás, 75%, de maximum 450 millió forint előleggel lehet elindulni a projektben. Stratégiai K plusz F, kutatási tevékenységre, tárgyi eszközök beszerzésére, immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységre lehet támogatási kérelmeket benyújtani. November közepétől lehet támogatási kérelmet, pályázatokat benyújtani, szakaszos elbírálás, majd augusztus 8-án lesz a következő elbírálás időpontja, azt követően már 2017 áprilist kell írjunk a következő szakaszos elbírálás időpontján. Minimum 500 millió forint a pályázható összeg, 100%-os intenzitás és 75% előleg vonatkozik a kiírásra. Kutatási infrastruktúra megerősítése, tárgyi eszközökre, beruházási tevékenységre, épületépítésre, korszerűsítésre, alapinfrastruktúrális fejlesztésekre tudnak pályázatot benyújtani. November közepe óta lehet szintén pályázni, és szakaszos elbírálás, majd október 10-e után lesz a következő elbírálás időpontja. Kutatási infrastruktúra megerősítése, minimum 50 millió forintra lehet pályázni, 100% intenzitás és 75% előleg lehívásával. Felsőoktatási és ipari együttműködések fejlesztése, alap, illetve ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, eszközbeszerzés, épületépítése és korszerűsítése a támogatható tevékenység. Április 4-től fogadják a támogatási kérelmeket, és május 23-án már elbírálás következik. Nagyon fontos megjegyezni, hogyha a május 23-áig beérkezett pályázatok lekötik a teljes rendelkezésre állási keretet, azt követően már nem várható újranyitás, tehát felfüggesztésre lehet számítani. Minimum 4 milliárd forintra lehet pályázni, 100% intenzitással és 75% előleg lehívásával. Gyakornoki program pályakezdők támogatására, gyakornokok foglalkoztatására, illetve kapcsolattartói tevékenységre tudnak pályázni. Augusztustól lehet benyújtani a pályázatokat, 1,9 millió forint a legkisebb pályázható összeg, 100% intenzitás és 50% előleg kapcsolódik a kiíráshoz. Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése. Munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás, vezetői és munkavállalói képzés, műhelyi munkák, munkahelyi mentor foglalkoztatására tudnak pályázni. Majd december 1-től lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, legkisebb pályázható összeg 3,1 millió forint, 100%-os intenzitás és 50% előleg tartozik a projekthez. És ígértem, hogy el fogom mondani, hogy miért tettem fel a felfüggesztett státuszban lévő projekteket. A kapacitás bővítővel kezdjük. Nézzük meg először, mire lehet pályázni. Új eszközök beszerzése, infrastruktúrális és ingatlan beruházás, informatikai eszközök, szoftverek, licenszek beszerzése, akadálymentesítés, újranyitás várható. A következő táblázatban el fogom mondani, hogy miért döntenek úgy, miért hirdették meg közleményben, hogy újranyitás várható. Addig nézzük meg, hogy a legkisebb pályázható összeg 5 millió forint. Az a vállalkozás, aki nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, ő maximum 10 millió forintra tud pályázni, tehát ez lényeges információ. A támogatási intenzitás 50%. Ahhoz, hogy valaki az előleget le tudja hívni, a támogatási szerződés megkötése után, ahhoz a támogatási összegnek legalább 20 millió forintot el kell, hogy érjen. Tehát ez alatt nem tudnak előleget biztosítani. Előleget 50% mértékben lehet igénybe venni. A másik, a piaci megjelenések támogatása, szintén felfüggesztett kiírás, külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, árubemutatók szervezése, piacra jutás támogatása, információs technológia fejlesztés, piackutatás, tanácsadás, amire tudnak pályázni. Szintén újranyitás várható, ezt is meg fogjuk nézni, hogy miért. 1,5 millió forint a legkisebb pályázható összeg, támogatási intenzitása 50%, azonban itt nem tudnak előleget lehívni támogatási szerződés megkötését követően.
Néhány szót ejtsünk az EFOP pályázatokról, védőháló a családokért, tanodaprogramok, egyes egyházi oktatási infrastruktúrális fejlesztések, illetve testmozgást javító infrastruktúrális fejlesztések, ezekben nézzünk bele. Védőháló a családokért, amire lehet pályázni, helyzetértékelés, szakmai terv, közbeszerzés, projektmenedzsment, illetve szakmai megvalósítás. Április 4-től lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, minimum 20 millió forint pályázható összeg van, 100% intenzitás, mely vissza nem térítendő, és 50% előleggel tudnak elindulni a projektekben. A tanoda programokban igényfelmérés, háttérelemzés, szakmai koncepció, szakmai program, amire támogatást tudnak igényelni. Június 1-től lehet benyújtani a pályázatokat, minimum 25 millió forintra kell pályázni, 100% intenzitás, vissza nem térítendő támogatás, és 50% előleg vonatkozik a kiírásra. Egyházi oktatási infrastruktúrális fejlesztés, megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentáció elkészítése, illetve annak engedélyeztetése, közbeszerzés, építési tevékenység, eszközök beszerzés, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, amire lehet pályázni. Januártól már fogadják a támogatási kérelmeket, szintén szakaszos elbírálás van, ezt megbeszéltük korábban. December 16 lesz a következő elbírálásnak az időpontja, illetve azt követően. Utána nagyon fontos dátum, a következő csak 2018, tehát elég sok hónap telik majd el a két elbírálás között. Minimum 150 millió forintra lehet pályázni, 100% intenzitással és 50% előleggel. Testmozgást javító infrastruktúrális fejlesztések, megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentáció készítése és engedélyeztetése, szakmai megvalósítás, tornaterem építése vagy kialakítása, eszközök beszerzése. Még mielőtt tovább mennénk, nagyon fontos hozzátenni, hogy területi lehatárolás van. Ez azt jelenti, hogy azok a feladatellátási helyek, illetve közintézmények tudnak pályázni, akik a fejlesztendő járásban találhatók, tehát erről pedig lista szerepel. Március 16 óta lehet a támogatási kérelmeket benyújtani, a következő elbírálás időpontja pedig április 29 lesz. Minimum 50 millió forintra lehet pályázni, 100% intenzitással és 50% előleg igénybevételével. És elérkeztünk ahhoz a táblázathoz, ígértem, hogy visszatérünk a két felfüggesztett státuszú kiírásra. Arra kérném önöket, hogy a táblázatban a második, illetve a harmadik oszlopot figyeljék. A második oszlop lesz a kapacitásbővítő, az egyik felfüggesztett státuszú, a harmadik oszlop pedig a piaci megjelenés. Nekünk most ez a két oszlop lesz a fontos. Összes beérkezett támogatási kérelem a kapacitásbővítőre 2688 darab, és ebből 1470 darab volt, aki ténylegesen jogosult volt a támogatásra, és ebből az 1470-ből mindösszesen 746 darab kapott támogatást. Ez az oka annak, hogy a későbbi évben újra nyitás várható, hiszen a lekötött források felszabadulása után visszakerülnek a rendszerbe, így újra lehet majd rájuk pályázatot, támogatási kérelmeket benyújtani. A piaci megjelenés támogatásánál 449 darab támogatási kérelem érkezett be, ebből 116 darab volt a jogosult, és ebből 55 darab kapott támogatást. Ez egy hónapos információ. Ha a dián lévő információkkal kapcsolatban kérdés merülne fel, akkor az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésükre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Mint elmondtam, a Széchenyi Programiroda a strukturális és beruházási alapok pályázataival foglalkozik, de Mezőtúr és környékén is nagyon sokan a vidékfejlesztési pályázatokat szeretnék igénybe venni, ezért a Széchenyi Programiroda vendégeket hívott az előadására. Elsőként hallgassuk meg dr. Varancsi Ágnest, az MNVH Jász-Nagykőszolnok megyei területi felelősét, aki a vidékfejlesztési programok mostani kiírásairól és lehetőségeiről fog beszélni. A miniszterelnökség égisze alatt működő Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat nevében tisztelettel üdvözlöm Önöket. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat legfontosabb feladata, hogy a vidéki
térségekben található szereplőket, értve ez alatt szakmai, szakmaközi szervezeteket, önkormányzatokat, civileket, illetve gazdálkodó szervezeteket, akiknek nagyon fontos, hogy információt adjunk a vidékfejlesztési program aktuális kiírásaival kapcsolatban. Hallhattuk alelnök úrtól, aki már sajnos nincs itt, hogy megfelelő hiteles információra van ahhoz szükség, hogy mindenki relevánsan és pontosan tudjon ezeken a pályázati kiírásokon indulni. A hálózatunknak, majd fogják látni későbbi diákon, több mint 13 ezer regisztrált tagja van. Nagyon fontos, hogy a hálózatunkban ingyen lehet regisztrálni, mivel 2015. január 1-én a miniszterelnökség átvette a NAKVI, tehát Nemzeti Agrárgazdasági Képzés és Vidékfejlesztési Intézettől, aki tanyapályázatot nyertük, már tudják, hogy nekik is más a nevük, tehát ők már a Hermonottó Intézet lettek tavaly óta. Tehát ettől a szervezettől átvette a hálózatnak a működtetését, tehát tavaly január 1-én mi is a miniszterelnökséghez kerültünk. Ebből kifolyólag folyamatosan alakítják az arculatunkat, teljesen új logónk lett, itt látják a tetején, nem tudom hol a keresünk. Tehát itt látják az új logónkat, a weblapunknak is teljesen új oldalát regisztrálják. Itt addig, amíg a honlapunkat folyamatosan frissítik, és a megfelelő kötelező logókkal is mindenféle információval ellátják, addig javaslom, hogy kövessék a Facebook oldalunkat, a hálózatunk nevét, tehát a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot egybeírva, tehát Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat fülön fogják megtalálni. Biztos látszik messziről is az a szám, tehát itt egy 11.113 főt regisztrált a rendszerünk egy héten. Tehát nagyon fontos, hogy amíg a honlapunk nem működik, addig a Facebook oldalon tudnak megfelelő információkhoz jutni. Nem csak Jász-Nagykun-Szolnok megye adatait találják itt, hanem az összes megyét. Tehát itt tudnak főként tájékozódni rendezvényekről, eseményekről, aktuális pályázatokról. A vidékfejlesztési program az elmúlt rendszerben is működött, ugye az Európai Unió mindig 7 éves ciklusokra tervez. Lezártuk a 2007-13-as időszakot, elindult a 14-20-as. Látjuk, hogy elég döcögősen, azt is látjuk, vagy hallottuk a mindenféle híradásból, médiából, hogy a kormány azt ígérte, sokkal könnyebb pályázati struktúrákat írnak ki, sokkal egyszerűbb lesz az eljárásrend, adnak előlegeket. Ezek lényegében megvannak, de nem tudni, hogy miért. Sajnos a pályázat kiírások csúsztak, tehát ugye 14-20-ról beszélünk, és 16-ban, 15 év végén indultak meg azok a vidékfejlesztési programok, amelyre igazából minden gazda és minden KKV várt. Sajnos döcögősek, én azt tudom javasolni, hogy folyamatosan figyeljék a módosításokat. Ezt sem tudjuk igazán, hogy miért van arra szükség, hogy nem teszik ki társadalmasításra a pályázatokat, amikor kiírják, folyamatosan módosítják. Sajnos nem tudjuk mi ennek a magyarázata, én azt tudom javasolni önöknek, amit a Széchenyi Pontiroda kollégáitól is láthattak, hogy a pályázat.gov.hu oldalon, ha emlékeznek, vagy aki jártas ezen a felületen, jobb oldalon megjelenik a módosítás, vagy közlemények fül, ott próbálják nyomon követni, mert sajnos ilyen problémákkal kell számolnunk. A vidékfejlesztési forrásokat, vagy a programon belül a forrásokat tekintve a legnagyobb hányadot a beruházások és a tárgyi eszközöknek a megvásárlása jelenti. Ezen belül is, ha nézzük ezt az oszlopdiagramot, leginkább az élelmiszerfeldolgozás, a fiatal gazda, a kertészet, állattenyésztési ágazatok kapják a legnagyobb forrásokat.
A Széchenyi 20-20 programon belül a vidékfejlesztési program azt a pályázati struktúrát kínálja vidéki térségen élő civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és főként mezőgazdasági vállalkozásoknak, akik úgynevezett manuális munkákat akarnak fejleszteni. Ezért hozta a kormány azt az elképzelését, hogy az élelmiszeripart, a kertészetet, illetve az állattenyésztési ágazatokat támogatja jobban, tehát a legnagyobb források itt lokalizálódnak. Nagyon fontos, hogy még a TOP, tehát a területi operatív programok, főként a 10 000 fő feletti lakossággal bíró településeket segíti, addig ezzel szembe, vagy ezzel párhuzamba a vidékfejlesztési program a 10 000 főnél kevesebb település számmal bíró településeket támogatja. Ez nem jelenti azt, hogy nagyobb települések nem részesülhetnek belőle, hiszen nagyobb, tehát ha figyelik a pályázati kiírásokat, általában a település lista végén tüntetik fel azokat a nagyobb községeket, nagyobb városokat, amelyek külterülettel tudnak csak indulni a vidékfejlesztési programba. Tehát nagyon fontos még egyszer megjegyezni, hogy 10 000 fő alatti települések tudnak itt főként indulni, illetve nagyobb településeknek a külterületei. Tehát Mezőtúr, ha már itt vagyunk ugye Mezőtúron, csak a külterületeivel tud. Megjelent a vidékfejlesztési programnak egy nyomtatott változata, és nem tudom mennyire látszik, hogy ez az Agrárkamara honlapjáról is letölthető, tehát az Agrárkamara honlapja a NAK.hu, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rövidítéséből eredően. Kolléganő, Gállal, a vidékfejlesztési referens, fog majd önöknek bővebben a fiatal gazda, illetve a rövidellátási lánc programról beszélni, én pedig röviden azokról a programokról, amelyek jelenleg kiírás alatt vannak. Ugye az állam különböző területeken opcionálta a vidékfejlesztési program kiírásait. Nem szeretnék konkrétan belemenni, forrásokról beszélni, akit érint szünetben nagyon szívesen segítek, illetve a Városi Oktatási Centrumban található az irodám, hogyha egyeztetünk időpontot, bárkit szívesen várok. Itt néhány olyan állattenyésztési pályázatot szeretnék kiemelni, ami múlt hét pénteken, tehát 25-én, március 25-én jelentek meg. Ez az állattartó telepek korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan szarvasmarha, sertés, baromfi és a juhágazatoknak a fejlesztéshez kapcsolódó projektek jelentek meg. Ugye még csak a felhívásokat tették közé, egy hónapot adtak a felkészülésre, tehát május 5-én nyílnak a felületek. A kertészeti ágazat pályázatait tekintve is néhány fent van a pályázat.gov.hu oldalon. Ugye ott fontos az összes OP, tehát az összes operatív között a vidékfejlesztési program kiválasztása, amint a fűre lépnek az összes jelenleg kiírt pályázatot felhozza, hogyha ezen belül is kijelölik a megfelelő projektet, akkor találják meg a pályázati felhívást és a hozzá kapcsolódó mellékleteket. Felhívásokat találunk élelmiszeriparhoz kapcsolódóan is, olyanokról, amelyek mikrovállalkozásoknak szólnak, ezek főként a nem mező, tehát mezőgazdasági tevékenységet folytató, de nem mezőgazdasági tevékenység indítására irányuló pályázatokra, erről majd egy kicsit kitérek a későbbiek során. Ez egy olyan projekt lehetőség, amely jelenleg még nyitva van, mezőgazdasági termékek értéknövelés és erőhatékonyság növeléséről szól. Aki mezőgazdaságban dolgozik, tudja, hogy mit jelent a standard termelési érték vagy STI érték. Itt olyan gazdaságok pályázhatnak, akiknek 6 000 STI-t meghaladó üzemméretük van. Lesznek olyan pályázatok, erre is ki fogok egy kicsit térni, amelyek a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdáknak szólnak. Látjuk itt a kitámogat fülön belül, hogy elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó cégeket, mikrovállalkozásokat, őstermelőket támogat. Ki az a mezőgazdasági termelő, mi ennek a
fogalomnak a definíciója. Az a vállalkozó, vagy az az őstermelő, nyilván őstermelők 100%-ban, de azok a vállalkozások, akiknek a nettó árbevételének több mint 50% a mezőgazdaságból származik, azok a cégek, azok a KKV-k minősülnek mezőgazdasági vállalkozásnak. Akiknek kevesebb van, természetesen nem. Nagyon fontos, hogy a kormány támogatja, jelentős mértékben támogatja a szociális szövetkezeteket is. Itt is nagyon fontos, hogy csak azokat a szociális szövetkezeteket, akiknek a bevételének több mint 50% a mezőgazdaságból származik. Vegyünk alapul, például Rákóczi falván működik egy BRUM szociális szövetkezet, macikat várnak. Ha mellette kertészkednének, és mondjuk legfárt is főznének, és a bevételük legnagyobb része ebből származna, akkor ők már mezőgazdasági termelőnek minősülnek, független attól, hogy macikat, bábokat, egyéb dolgokat varnak, mert itt a nettó árbevétel az, ami limitálja azt, hogy ő ebbe a fogalomkörbe tartozik, vagy nem. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. Fejlesztésének a legfontosabb alapfeltétele, hogy 3 és 6 ezer STI közé essen az üzem méret. Ez mondjuk jelent 50 mély családot, jelenti szarvasmarhát, tehát ha figyelembe veszük, akkor egy nagyon kicsi volumenre van, tehát nagyon kicsi volumenben gazdálkodók tudnak itt pályázni. Ez hasonló elven működik, mint a fiatal gazdapályázat általány elszámolás van. Magyarán se a pályázat benyújtásánál, se a pályázat elszámolásánál nem kell számlákkal, árajánlatokkal igazolni azt, hogy milyen tevékenységet végeztünk. Magyar forintba átszámolva kb. 4,7 millió forint támogatást adnak 4 évre. Amikor kiderül, hogy a pályázó megnyerte a projektet, az első 6 hónapon belül, tehát hogy megkötik a szerződést vele, az első 6 hónapon belül leutalják a nyert összegnek a 75%-át. Ezzel kell gazdálkodni a 3 évig, majd ahogy közeledünk a 4. év végéhez, akkor utalják a 25%-ot. Még egyszer fontos, hogy nem kell számlákkal igazolni, viszont azt igen, hogy az üzem mérete, ugye ahogy mondtam, hogy 3 és 6 ezer ST közé kell esni, 6 ezer ST felé kell, tehát ez a követelmény, hogy növelje az üzem méretét. Ezt ugye mindenféle dokumentumokkal lehet majd igazolni, méhek esetén például a TIR-NR papírokkal, vagy a földalapú támogatásoknál is, ugye a Nébi kormányhivatal által kiállított igazolásokkal. Tehát ez egy viszonylag könnyű pályázat ilyen szempontból, a megírása már egy kicsit macerás, mert rengeteg dokumentációt kell hozzá csatolni. Amit említettem, az az állattartó telepek korszerűsítésének írt pályázatok. Ezek jelenleg megtekinthetők a pályázat.gov.hu oldalon, de a beadása majd csak május 5-től indul meg. Itt már nagyobb eszközök, gépek beruházására lehet pályázati összegeket igényelni, lehet építésre, lehet benne használt gép, lehet benne újonnan vásárolt is. Tehát egy viszonylag jó konstrukcióban, jó konstrukciót nyújtó projektről beszélünk. Ja, az előbb említettem, hogy lesznek olyan pályázatok, amelyek mezőgazdasági termelőknek szólnak, de nem mezőgazdasági tevékenység indítására lehet majd pályázni. Ez nem más, mint a kézműves tevékenységek, kisipari, turisztika, vagy bármilyen szolgáltató tevékenység ide tartozik. Itt két fele osztották a pályázati forrást, van egy indító és van egy fejlesztő. Tehát az indító, aki mezőgazdasági termelő, de még nincs kézműves tevékenysége, ő ennek a képítését szeretné eszközölni, a másik része pedig már rendelkezik ilyen tevékenységekkel, és ezt szeretné fejleszteni, ez egy másik opcióban lehetséges. Nagyon fontos, hogy nem csak a szociális szövetkezeteket támogatja a vidékfejlesztési program nagyobb mértékben, hanem az együttműködéseket. Több olyan pályázat is van, lásd például a most kiírt állattartó terepek korszerűsítése, ahol konzorciumi együttműködést
is favorizál. Tehát magyarán olyan szervezetek, akik több partnerrel, több őstermelővel lépnek kapcsolatba, ők nagyobb támogatási intenzitást élvezhetnek, tehát mindenképp érdemes ezen a lehetőségen elgondolkodni. Ez év novemberre várható a LEADER program kiírása. Sajnos nagyon rossz helyzetben vannak a helyi akciócsoportok, ugyanis tavaly októberig volt forrásuk, tehát nincs pénzük, nem tudnak működni. Az előző rendszer, mivel ők ugye egyesület formában működtek, nem engedte azt, hogy gazdasági tevékenységet végezzenek magyarán, ők nem szolgáltathattak a piacnak. Most már a miniszterelnökség lehetőséget adott neki, tehát amelyik egyesületnek van arra muníciója, kapacitása, hogy másfele pályázzanak, más területről próbáljanak meg forráshoz jutni, ők még tudnak működni, de nagyon sok olyan, sajnos országszerte olyan helyi csoporttal rendelkezünk, akik nagyon nehezen élik meg minden napjukat, hiteleket vesznek fel. De talán ez év novemberben ki fogják írni a LEADER pályázatokat. Ezt is javaslom a KKV-k figyelmébe, ugyanis rengeteg olyan lehetőség rejtőzik benne, amivel ugye önök is tudnak fejleszteni. Tehát ott nem elsősorban csak élelmiszer és kertészeti ágazatban kell gondolkodni, hanem olyan fejlesztésekben, amelyek a saját vállalkozásuknak a már meglévő struktúráját tudja erősíteni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hagy ajánljam fel én is, hogy az előadás után vagy személyesen, vagy itt a teremben szívesen válaszol kérdéseikre, de hogyha valaki elakad valamelyik pályázatban, és akár egyszerű kis bagatelnek tűnő kérdése van, és nyugodtan keressenek, mert nem biztos, hogy az a kérdés tényleg bagatel. Nagyon sok kérdés érkezik a rendszerünkbe, és én azt is fel tudom önöknek ajánlani, ha valaki igényt tart rá, hogyha megadja az e-mail címét. Én csokorba foglaltam a kérdéseket, a ráadott hatósági válaszokat, amelyek az önök munkáját a további tervezésnél, pályázatok beadásával is nagyban segítheti. Úgyhogy köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen. És továbbra is még a vidékfejlesztési programnál maradva, a vidékfejlesztési program két alprogramjáról, a fiatal gazda programról és a rövid ellátási láncról Gál Allát, a Nemzeti Agrárkamara fejlesztési referensét hallhatjuk. Üdvözlöm mindenkit, Gál Alla vagyok, vidékfejlesztési referens, Agrárgazdasági Kamara, Jász Nagykunszolnok megyeigazgatóságtól. És a mai előadás során két alprogramjáról fogok önöknek beszámolni, illetve részletesebben elmondani pár dolgot, amiről érdemes tudni ezzel a két programmal kapcsolatosan, alprogrammal kapcsolatosan. Ezt az ábrát valószínűleg már látták a vidékfejlesztési program agrárgazdasági kamarai kézikönyvéből, amely hivatott arra, hogy megmutassa, hogy milyen célokat támogatja ezt a program az új ciklusban, és ahogy lehet látni, a fiatal gazda, illetve a rövid ellátási lánc alprogram kimondottan a mezőgazdasági termelés és élelmiszerfeldolgozás területére fókuszál, amelyre 2767 millió euró szánják a programozók, tehát gyakorlatilag tetemes összegről van szó, és látszik, hogy gyakorlatilag a legnagyobb téma, céltémáról beszélünk. Tehát 60,5 milliárd forinttal támogatják a fiatal gazda alprogramot a programozók, a célcsoport a mezőgazdasági termelők. Fiatal mezőgazdas, kik pályázhatnak erre a programra? Életkor fontos feltétel, 18 évet betöltő, illetve 40 évnél nem idősebb termelői gazdálkodók.
és nagyon fontos az, hogy 5 évnél nem régebben gazdálkodó termelőkről van szó. Ami változás történt abba a célcsoportba, akik pályázhatnak a fiatal gazda, induló fiatal gazda programban, illetve támogatásokra, tehát megfelelő szakképesítéssel rendelkező termelők, itt technikusi végzettséggel rendelkező mezőgazdasági termelőkről, fiatal termelőkről van szó. Nem 100%-osra mondható, hogy csak ezzel a végzettséggel. Korábban az volt, hogy aranygazda kalászos tanfolyamot végzősök pályázhatnak erre a tehát ezekre a támogatásokra. Valószínűleg, hogy ez el lesz törölve, de természetesen majd a pályázat kiírásnál ez 100%-osan lesz kiderül. Szakmai berkekben erről beszélnek, hogy gyakorlatilag ez a tanfolyam már nem lesz elegendő arra, hogy ezt a pályázatot pályázhatnak. És természetesen, hogy azok, akik vállalkozóként először kezdenek a mezőgazdasági tevékenységet. Akik, tehát ezek induló fiatal gazda jelöltek, illetve nyilvánvaló, hogy aki ugye megpályázik és megnyer, akkor a következő csoport induló fiatal gazda lesz. De nem csak azok, akik megnyerik ezt a pályázatot most, hanem azok, akik régebben már megpályáztak és megnyerték ezt a támogatást, viszont itt figyelembe kell venni, hogy 5 évnél ne régebben gazdálkodó fiatal gazdákról van szó. Tehát ez a két alcsoport jogosult erre a 37,7 milliárd forintra, ami elkülönítették a programozók abból a 6,5 milliárdról, amit az előbb beszéltünk. Azért fontos kiemelni ezt a két alcsoportot, tehát az induló fiatal gazda jelöltöt, illetve az induló fiatal gazda. Tehát azért hívom fel önök figyelmét erre a két alcsoportra, mert nagyon sok pályázatkiírás kimondottan így írja ki a jogosultságot, vagyis azoknak a jogosultságát, aki pályázhat bizonyos pályázatoknál, jogosultságát a bizonyos kedvezményekre. És ebben az esetben is ez a két alcsoport, de csak ők jogosultak erre az elkülönített forrásra, amelyből rengeteg tehát témapályázat ki lesz, kerül kiírásra, és erre az elkülönített, tehát ez az elkülönített forrás több mint 20 milliárd forintról van szó. Ezen kívül természetesen ez a két alcsoport több pályázatnál többletpontszámra számíthat, illetve magasabb támogatási intenzitásra. Azok a fiatal gazdák, akik ebbe a kategóriába tartoznak, de nem indultak az induló fiatal gazda pályázatnál, ők ugyanúgy részesülnek bizonyos kedvezményekben, ők nem részesülhetnek ebből az elkülönített forrásból, induló támogatásokból, viszont magasabb támogatási intenzitásra, illetve többletpontszámra számíthatnak bizonyos pályázatoknál. Két elemből tevődik össze az alprogram, induló támogatásból, illetve ráépülő támogatásokról. Tehát itt röviden felhívnám a figyelmüket arra, hogy milyen változtatások történtek az előző ciklushoz képest. Fontos az, hogy nem lehet nulláról indulni ezen a pályázaton. Kell rendelkezni
minimum 6000, illetve maximum 25000 standard termelési értékű mezőgazdasági özemmel. Ez fontos az, hogy ne legyen több mint 25000 st, mert ebben az esetben már nem minősül tehát induló fiatal gazdának. Nagyon fontos az életkorhatár, tehát több kérdés már érkezett, hogy mi legyen, tehát hogy működik ez a 40 éves kor. Tehát gyakorlatilag, hogyha a pályázatbeadási napján betölti az illető 40. születésnapját, akkor még beadhatja, a következő napon már nem jogosult a támogatásra, illetve hát beadhatja, csak nem fog átmenni az elbíráláson. Kiket támogatja a program mezőgazdasági vállalkozás indítása, lehet egyéni és társas. A társasnál az fontos, hogy a gazdasági egység, illetve társaság ügyvezetője, illetve tulajdonosa legalább 51% tulajdoni résszel rendelkezem, tehát ő lesz a jogosult ezekre, tehát a támogatásra. Ami még szükséges, ugye minőségi üzleti tervet kell benyújtani, ami 4 évre szól, a támogatási összeg 40000 euró és 5 évre fog szólni, két részletbe lehet igényelni, az előző ciklusban 90, illetve 10%-os arányban, ebben a ciklusban pedig 75 és 25%-os arányban, és szeptemberre várható a pályázat kiírása. Itt ráépülő támogatásokról szeretnék egy picit beszélgetni. Gyakorlatilag van egy csoport pályázatok, ami elkülönített forrásról finanszírozottak, amiről már beszéltem. Ebben az esetben az az érdekesség, hogy nem maga a fiatal gazda pályázhat ezekre a pénzekre, hanem olyan szervek, amelyek hivatottak arra, hogy bizonyos képzéseket, szaktanácsadásokat és egyéb ilyen szakmai tudást fejlesztő, illetve egyéb ilyen segítséget nyújtó tehát programokat szervezenek a fiatal gazdáknak. Illetve van a következő csoport, a magasabb csoport, vagyis következő pályázatok, amelyeknél magasabb intenzitás jelent a fiatal gazdák számára, vagyis 10%, illetve többletpontszám. Na most, tehát az összes ezekre a kedvezményekre, ahogy említettem, a fiatal gazda, illetve az induló, vagyis a induló fiatal gazda, illetve a fiatal gazda jelöltek jogosultak. Azok, akik már, tehát akik úgy döntöttek, hogy nem fognak indulni ezeken a, vagyis ezen a pályázaton, ők is jogosultak bizonyos kedvezményekre. Itt csillagokkal megvannak jelölve azok a pályázatok, ahol tehát kapnak a többletpontszámot, illetve a magasabb intenzitásra jogosultak. A következő alprogram a rövid ellátási lánc, ez egy teljesen új téma a vidékfejlesztési programnál, amely arra van hivatva, hogy modern értékesítési formákat támogasson. 20,5 milliárd forint van elkülönítve, és elkülönítve erre az alprogramra, illetve a célcsoport úgy szintén mezőgazdasági termelők. Augusztusra várható a kiírás, ami érdemes tudni erről a programról, ez az, hogy termelő együttműködésen alapuló a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi kapcsolatot felhasználó maximum egy közvetítő
beiktatásával, rendszeres értékesítést végző ellátási láncról van szó. Gyakorlatilag kik indulhatnak, vagyis kik jogosultak a támogatásra, minimum 5 mezőgazdasági mikrovállalkozóból álló csoport, illetve egy piac szervező, non-profit szervezetről. És az a lényeg, hogy maximum egy közvetítő szereplő beiktatásával működhet ez a rövid ellátási lánc. Ez azt jelenti, hogy tehát a közvetítő szereplő az lehet kiskereskedelem, lehet vendéglátó egység, de például a nagy, tehát mondjuk a termelő és a fogyasztó közt már a nagybani piac és a kiskereskedelem így már nem működhet. Tehát gyakorlatilag itt a cél az, hogy kizárják ezeket a sok közvetítőket, amelyek gyakorlatilag növelik a termékeknek az árát. Ez szerintem mindenki számára érthető és egyértelmű. Szintén két lépcsős pályázatról van szó. Az első lépcsőben, tehát a konzorciumok kialakításáról, illetve az, tehát a real csoport megalakulásáról, illetve az üzleti terv elkészítéséről, tehát elkészítését támogatnak. A következő elembe az üzleti terv megvalósulását, illetve további tagok toborzásáról, tehát toborzását támogatnak. Ahogy említettem, minimum 5 mezőgazdasági mikrovállalkozásról van szó. Érdekes elem az, hogy ez a 5 vagy több mikrovállalkozás, akik összeállnak és együtt működnek, tehát abba a célba, hogy a termékeik piacra jutást megkönnyítsék bármilyen formában, tehát infrastruktúrálisan, vagy gépek beruházásával, vagy promóció megvalósításával, minden olyan cselekvéssel, ami segíti a termékek piacra jutását, illetve a fogyasztó lánc végső, tehát egységnek keresését, úgy is mondhatjuk. Tehát az a lényeg, hogy ezek a mikrovállalkozások közt nem lehet üzleti kapcsolat, vagyis ezek a mikrovállalkozások nem épülhetnek egymásra. Volt egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy megkérdezte az illető, hogy ha rokoni kapcsolatban állnak ezek a mikrovállalkozások egymással, tehát ez nem jelenti akadályt a pályázatba részvételének. Tehát a rokoni kapcsolat nem akadály, viszont az, hogy ezek a mikrovállalkozások ne legyenek üzleti kapcsolat, ne álljanak egymással üzleti kapcsolatban, ez fontos. Ellenkező esetben kizárásra kerül az összes résztvevő, tehát gyakorlatilag a csoport összes tagja. A másik, ami nagyon fontos az, hogy a non-profit szervező, aki, tehát ez a piacot kereső, menedzselő szervezet, amely ebbe a csoportba kell kötelező elem, tehát ő sem állhat üzleti kapcsolatban a mikrovállalkozókkal, vállalkozásokkal, tehát például nem lehet felvásárló ez a bizonyos közvetítő ebbe a csoportban.
Szerintem ezzel kapcsolatban mindent elmondtam, tehát ahogy látják, maximum 300 ezer euró a támogatás, 3 évre szól, és az intenzitás 40-90%. Itt az érdekesség az, hogy a 90% az első elemre szánják, illetve a második elemben, tehát ott bizonyos tevékenységeket támogatja a pályázat. Gyakorlatilag ami érdekesség ebben, hogy 40, illetve 50%-os intenzitásra jogosultak az egyéni projektek. Vagyis, hogyha valakinek a csoportba, és ez már inkább a második elemben valósul meg, hogyha a csoport tagjainak vannak egyéni projektek, akkor ezt is támogatható, tehát itt is lehetnének szoftvert vásárlások, illetve például a piacra jutás, a termék piacra jutása, gépek vásárlása, és így tovább, tehát gyakorlatilag ez a 40-50, itt 40-50% intenzitással támogatható ezek a részek. Szintén vannak ráépülő támogatások, és itt is lehet látni, hogy van egy elkülönített forrás, ami hasonló, mint Fiatal Gazda alprogramban működő, nem maguk a REL, vagyis rövid ellátási láncok, nem ezek a konzorciumok támogathatják, vagyis pályázhatnak ezekre a támogatásokra, hanem azok a szervek, amelyek hivatottak arra, hogy szaktanácsadással, szaktudással és egyéb dolgokkal segítsenek ezeket a csoportokat. Van egy pályázat, a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, amelyben többletszámra számíthatnak azok a mezőgazdasági termelők, amelyek tagjai ilyen rövid ellátási lánccsoportnak. Igen, és akkor én ezt ennyit szerettem volna mai napon elmondani